Elővigyázatosságból bezárták az Egri úszodát, a polgármester nem akar kockáztatni, mivel az Olaszországban járt vízilabda csapatuk kedden az úszodában edzett. Most az egész épületet fertőtlenítik. A csapat elnöke szerint igazolásuk van róla, hogy a sportolók nem fertőznek. Technikai okok miatt zárva, ez a tábla látható az Egri úszoda bejárati ajtaján, ugyanis a polgármester elővigyázatosságból bezáratta az úszodát. Mindezt azzal magyarázta Mirkóczki Ádám, hogy a helyi vízilabda csapat a koronavírus fertőzés miatt karantén alá vont észak-olaszországi városban. Bresciában játszott lenkupa mérkőzést, majd utána az úszodában edzettek. A polgármester szerint ez kockázatot jelent, mivel az ANTS kérdőíveinek kitöltése alapján nem lehet kimondani, hogy valaki fertőzötte vagy nem. Magamra vállalva minden felelősséget azt a döntést hoztam, hogy a Bicskei Aladár uszodát határozatlan időre zárják be, hiszen tegnap este az Eger férfi vízilabda csapata edzést tartott, őket azonban még nem követte senki. Tehát annak talán nincs meg a veszélye, hogy a vízilabdások után bárki elkaphatta volna a lehetséges vírust. A vízilabda csapat elnöke szerint csupán hiszti hadjáratról van szó. Kialakult helyzet sajnos borzasztó, egy egész elképesztő hiszti hadjáratnak vagyunk a célkeresztjében. Mindenki próbál belőle politikai vagy bármilyen tőkét kovácsolni anélkül, hogy bármi fogalmuk is lenne a helyzetről. Jelen pillanatban mindenki jobban ért a járványügyhöz, mint maga a járványügy. Tehát szerintem mi vagyunk az országban az egyetlen olyan csapat, akinek van papírja arról a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztifőorvosi szolgálatától, arról, hogy nem jelent nagyobb kockázatot koronavírus szempontjából, mint a Bükkszentkereszti remete. Kásler Miklós szerint azért nem kerültek karanténba a sportolók, mert nem voltak olyan közel a lezárt területhez, ráadásul saját busszal mentek, és csak a versenyhelyszínén mozogtak. Minden valószínűség szerint nem a terület közepén, hanem érintőlegesen átutazhattak. Ez a magyarázat annak, hogy megfigyelés alatt célszerű őket tartani, de nem kell karanténba zárni. A vízilabda csapat közleményben tudatta, mivel a játékosok az országos tisztifőorvos szerint nem jelentenek fertőzési kockázatot, ezért a csapat elutazik Budapestre és lejátsza a szerdai bajnoki mérkőzést a Honvéd ellen.